Sziasztok, én Iza 16 vagyok, és ez itt a poti receptek, vagyis Minecraft tableten poti receptek második része, ahol most el fogom készíteni nektek a gyorsaság és a lassúság potiát. Na, lássunk. Látjátok, már előkészítettem egy üveget, hogy ne kelljen vele annyit tökölnöm. Na. Szóval a gyorsaság potihoz, ami így néz ki, ilyen világos kékes, mondjuk így a videóban nem nagyon látszik, de ilyen világos kék színe van. Ehhez is kell egy nether warp. Akkor egy cukornád, ugye cukor. Kell hozzá. Na, be is dobom a nether warpot. Egyébként, akik nézik ezt a videót, írják majd nekem le kommentbe, légy szíves, hogy ezt kivágjam, hogy megvárom még a poti betölt, vagy maradjon a videóba, mert szerintem ez így eléggé unalmas lehet, hogy itt egy pár másodpercig kúsban vagyok, ahogy várom, hogy ez kijöjjön. Na, ugye a nether wart után jöhet a cukor. Szóval ezt, hogy így betöltik, és akkor ez a fehér töltődik, ezt kivágjam. Igazából annyira nem zavaró, mert hamar betölt, szerencsére. Így, és látjátok, a cukortól már is sebességpoti lesz. De ahhoz, hogy a gyorsan futás poti még jobb legyen, az kell még glowstone is, ami ugye a netherben van. De most, hogy ne legyen annyira könnyű dolgunk, ezért most elmegyek a netherbe glowstone-ért. Na, ó! Től mindig megijedek, hogy láva mellé tesz. Na, ugye itt van előző videónak is a helyszíne, és itt van fölöttünk a glowstone. Szedünk egyet. Hoppá, el is kaptunk kettőt. Váltunk vissza. Bocsánat a sok háttérzaj miatt, csak nyitva van az ablak, és nem akarom becsukni. Na, ugye a cukor után be kell tenni a glowstone-t. Glowstone boost. Vagyis a izzókőport. Na. Ez szépen kisül. De lehet, hogy kivágom, már... Ja. És kész is van a gyorsaság potting. Hogy látjuk, majdnem 2 perces. De úgy tudom, hogy ezt lehet még gyorsítani, de én általában csak ezt szoktam csinálni. Ki is próbálom nektek. Na. Juhú! Látjátok, gyorsabb vagyok tőle. Hú! Meg is mutatom. Ja. Juhú! Hoppá, belementünk a vízbe. Ja. És... Ahogy látjátok, itt van a jele, sebesség 2, és itt van, hogy mikor jár le. Csak bocsánat, de néha-néha behomályosodik a kamera. Na, vissza is állítom. Ja. Na, szóval a gyorsaság potink az kész van. Na most jöhet a lassúság.
Szintén most csak egy palackot használok. Ehhez is kell, várjál, csak ide teszem ezt a glowstone-t. Na, a lassúság potihoz ugyanaz kell, mint a gyorsaság, csak kell csinálnunk ilyen különleges dolgot. Na, figyeljetek, most vágok egyet, megcsinálom a gyorsaság potit, és utána megmutatom, hogy mi kell a lassúsághoz. Na, visszajöttem, rájöttem, hogy még a előző chestben van még gyorsaság poti, szóval egyiket betettem oda. És ugye, ugyanúgy kell elkészíteni, mint a gyorsaságot, csak még hozzá kell tenni ilyen keveréket. Ugye, kell hozzá pókszem, cukornád, és ide elrejtettem nektek valamit. És gomba. Na, ezt a három dolgot, ugye a cukornádból kell csinálnunk cukrot. És látjátok? Ezt a rózsaszint, ezt a Verdammt Spider Eye. Szóval valamilyen pókszem. Hú, a magyar nevét ennek se tudom, bocsánatot kérek. Na szóval ezt, ahogy látjátok, mutatja is egy gomba, egy cukor és egy pókszem. Össze is kraftoltunk. És akkor a gyorsaság potihoz ez... Bocsánat. Szóval, ahogy látjátok, betettem pókszemet. Úgyis, amit összekraftoltunk pókszemet. Kisül. És puty, átváltozott. Ez már lassúság. És ehhez a lassúsághoz még hozzá lehet tenni redstone-t, ami ott látható. Kiszedem nektek a redstone-t. Redstone. És akkor hozzáteszük a redstone-t. Úgy látszik, ez a videó se lesz rövidebb 9 percnél. Na. És akkor, lett lassúságpotink, és ehhez még hozzá lehet tenni puskaport, amit ugye a creeper dob. Gyorsan. És hoppá, lett dobos lassúságunk. Ezt most mondjuk azon a malacon megmutatom.